Önök a Gödvárosi Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, Vánki Ádám vagyok. Nézzük főbb híreinket először röviden. CrossFit is 2013, rendezvény a Nemeskéri parkerdőben. Látvány tánc versenysorozat, a GDS-e táncszakosztály sikerei. Szenikupa, rendezvény a Topházban. Gödi sportsikerek, a MAVC kajak-kenu szakosztály eredményei. Az összetartozás napja, trianoni megemlékezés. Június 1-én megtartották az idei CrossFit is napot a Nemeskéri parkerdőben. Az eseményre látogatók fociban és futásban mérhették össze tudásukat különböző versenytávokban. A futamok között tánccsoportok, zenészek, ugrókötelesek szórakoztatták a résztvevőket. 1991-ben két tulajdonos alapította a mai Fétis Kft-t, napjainkra 55 fővel Magyarországon az egyik legjelentősebb ipari szerszámbeszállítók vagyunk. Cégünk központja, legnagyobb üzlete, szervize és logisztikai bázisa a 15. kerületben az M3-as autópálya bevezető szakaszán található. Számunkra a kezdetektől fontos a sport, és mindig igyekeztünk támogatni tehetséges fiatal sportolókat. 1994-ben cégünk vette Talmácsi Gábornak az első 125 köbcentis igazi gyári Yamaha versenymotorját. Gábor versenyzői pályafutását két évig támogattuk. Fétis crossfutásunkon többször indult Magyarország kiemelkedő triatlon versenyzője Major József, akit szintén évekig támogattunk. Hogyan is kapcsolódtunk be a Gödi crossfutás támogatásába? 1996-ban költöztünk ki családunkkal Göd határába. Örökmozgó családként rögtön körülnéztünk, milyen sportolási lehetőségeket biztosít ez a gyönyörű helyen lévő dunaparti település. Találtunk is bőven, feltérképeztük a lehetőségeket, és a mai napig is élünk velük. Kajakozás, kenuzás, kerékpározás, lovaglás, kirándulás, úszás, labdarúgás, futás, röplabda. Egy hétvégi portyázásunk során találkoztunk Rád Tamás bácsival, aki a Futapest Klub rendezésében aktívan tevékenykedett egy akkori terefutó versenyen, amelynek befutója az Alsógödi labdarúgó pályán volt. Sajnos Tamás bácsi már nincs közöttünk, de szellemiségét, sporthoz, gyerekekhez, felnőttekhez való hozzáállását példaként állítottuk magunk elé. Összebarátkoztunk, egy rugóra járt az agyunk, de jó lenne, ha többen eljönnének egy ilyen futóversenyre. Eleinte pólókkal és egyéb tárgyi ajándékokkal támogattuk az akkori 20-30 futót. És ekkor jött az ötlet, mi lenne, ha szerveznénk egy kis programot a verseny napjára a családtagoknak, ismerősöknek, barátoknak, ami érdekessé tehetné a futónapot számukra is. 1998-tól közösen szerveztük a Futapest Klubbal a Gödi terefutó versenyt. 2000-től pedig abszolút amatőrként átvettük a rendezést is. Kezdetben kézi időméréssel indítottuk és érkeztettük a versenyzőket, de pár éve bevezettük a csípes időmérést. Gondolatunk és célunk, hogy minél több családdal, fiatallal megszerettessük a futást, a mozgást, és egy tartalmas sportos napot tölthessünk együtt. Évről évre nő lelkes futóink és családtagjaik száma. Idén is körülbelül 1500-2000 látogatónk, 340 hivatalosan nevező futónk volt, 15 csapatnyi kölyök, 11 csapatnyi felnőtt focista vett részt, és 25 család nevezett a családi csavargás ügyességi versenyre. Igyekeztünk érdekes programokat szervezni erre a napra. Felkértük a környék iskoláinak, klubjainak tanárait, edzőit, hogy növendékeikkel, tanítványaikkal lépjenek fel a rendezvényünkön. Több éve követhetjük nyomon fejlődésüket, hála Istennek igen széles a paletta. Hagyományőrző délutánunk keretében pedig szerettük volna immáron 5. éve megismertetni népi kultúránkat is, bevonva ezzel a Gödi Búzaszem iskola zenetanárai, diákjait és szüleiket. Évek alatt egyre több közösséget építő, sportot kedvelő, közös értékrendet képviselő, családban gondolkodó személyiség kapcsolódott be a munkába. Így kerültünk kapcsolatba a Búzaszem iskolával, a Belépés Családos Túl program vezetőivel, Wagner Lacival és Bálinttal, és Érdi Krausz Zsuzsával. Támogatónként igyekeztünk bevonni helyi vállalkozókat és szervezeteket, a Péktől, a Hentesen át, a Zöldségestől, a Könyvesboltig, az Önkormányzattól, a Művelődési Házig, a Rendőrségtől, a Polgárőrségig. Ezek a támogatások számunkra lelkileg is nagyon fontosak. Cégünk munkatársai családtagjaikkal összefogva önkéntes alapon vesznek részt a crossfutás megvalósításában. Többségében munkaidőn kívül több száz órát fordítottunk a Fétis crossfutás szervezésére és lebonyolítására, ezzel az önkéntes munkával erősödik Fétis csapatunk munkatársi összetartása is évről évre.
A fétis crossfutás bevételeit, itt zárójelben mondom a nevezési díjakat, minden évben támogatásként ajánljuk fel valamilyen nemes célra. Társadalmi elkötelezettségünknek tekintjük a jövőben is, az egészséges életmód, a családi rendezvények és a jövő fiataljainak fejlődését elősegítő programok támogatását. A Fétis Kft. Mottója Széchenyi István után, akkor élsz, ha másokért élsz. A Magyar Látványtánc Sportszövetség által rendezett versenysorozat eddigi két fordulóján részt vett a Gödi Diák Sport Egyesület táncosztálya. A kvalifikáción aranyminősítéssel jutottak be a GDS-e táncosai a magyar bajnokságba. Az eseményről Harkai Anett tánctanárt kérdeztük. A Gödi Diáksport Egyesület táncosztályának junior csapata részt vett a Magyar Látványtánc Sportszövetség által rendezett versenysorozat eddigi két fordulóján. Először egy kvalifikációs versenyen kellett részt vennünk, ahol aranyminősítést kaptunk, és ezzel bejutottunk a magyar bajnokságra. A magyar bajnokságon showtánc kategóriában indultunk, ahol első helyezést értünk el, nagy örömünkre. Az országos versenyt május 26-án rendezték meg Budakalászon. Több szülő és ismerős is elkísért minket, hogy a helyszínen szurkolhassanak nekünk. Ezúton szeretnék köszönetet mondani profi sminkeseinknek, Amin Ildikónak és Kékesi Mónikának, akik hosszú órákig sminkelték a lányokat, hogy produkciónk és megjelenésünk még tökéletesebb legyen a színpadon. A versenyen résztvevő gyerekek Amin Anna, Kékesi Diana, Kékesi Kitti, Viga Zsófia, Molnár Viktória, Kovács Réka, Enyedi Anita és Bús Lívia. Folytatódik még ez a versenysorozat? Igen, az eddigi fordulókon elért sikereink alapján nagy eséllyel indulunk az Európa-bajnokságon, amit június végén rendeznek meg ugyancsak Budakalászon. Június 5-én sportnapot tartottak a Gödi Topház speciális otthonban. A minden évben megrendezésre kerülő Szeni Kupán több otthonból érkeznek a versenyzők, és labdarúgásban mérik össze tudásukat. A rendezvényről Formanek Tamást, a Topház igazgatója számolt be stábunknak. Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy itt a Topház speciális otthonban ismételten megrendezésre kerül a Szeni Kupa. Ez a fogyatékos emberek futball versenye. Jelenleg 4 csapat tudott eljönni. Sajnos a sződligetiek az árvíz miatt nem tudnak ma részt venni a versenyen, ők is itt szoktak lenni. Itt vannak Ipoly-Tölgyesről, Pilisvörösvárról és Budapestről a Reménysugár rehabilitációs otthonból a csapatok. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos a fogyatékos emberek számára. A sport ugyanolyan jelentős, vagy még jelentősebb, mint mindenki számára. Ők is szeretnék megmutatni, amit tudnak, amire képesek, és ezért nagyon fontosak ezek a versenyek. Természetesen a klasszikus sport szabályoknak megfelelően nagyon-nagyon vigyázunk egymásra, nagyon odafigyelünk arra, hogy ne legyen durvaság, ne legyen, amit sajnos a nagy focipályákon most sokszor látunk. A többi lakó, illetve a többi csapattal is jöttek szurkolók, ő számukra is nagyon-nagyon fontos ez a rendezvény. Szerencsére nagyon jó idő van, süt a nap, és nincsen nagyon meleg sem, tehát abszolút ideális a sportolásra. Azt gondolom, hogy az otthon az utóbbi időben nagy erőfeszítéseket tett arra, hogy minél több helyen megjelenjünk a sportrendezvényeken, illetve sportklubokkal is kötöttünk megállapodási szerződést, hogy a mi lakóink is részt vehessenek, nem a nagy versenyeken, hanem edzéseken. Így jutottunk el a MAFC kajakkenu szakosztályának a vízitelepére. Ők egy nagyon-nagyon szép napot szerveztek a mi számunkra, ahol megismerkedhettünk a vízitelepel, sőt egy páran vízre is szállhattak, volt egy kis kirándulás a környéken, a Dunaparton. Van olyan lakó, aki még ilyen közel soha nem jutott a vízhez.
mert ugye ez azért nagyobb előkészületet, nagyobb odafigyelést igényel, de semmilyen problémát ez nem jelentett, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük a szakosztálynak az együttműködést. Ugyanígy voltak nálunk a GDS táncosai, nagyon fontos a mi lakóink számára a tánc, egyáltalán a minden, ami zenével kapcsolatos. Talán furcsán hangzik, hogy ők, akik nem nagyon tudnak a táncba részt venni, mégis nagyon fontos a számukra minden mozgás. Azért szeretjük a táncbemutatókat, és nekünk is vannak táncosaink, mi is el szoktunk járni rendezvényekre, tavaly a Dunakeszi Festen vettünk részt pont egy táncbemutatóval, tehát ez is egy olyan dolog, amit talán nem jut mindenkinek elsőre eszébe egy speciális otthonnal kapcsolatba. Nagyon-nagyon jó volt a bemutató, és nagyon szépen köszönjük a táncosoknak. Az elmúlt hetekben a MAFT kajakkenu szakosztály versenyzői több versenyen sikeresen szerepeltek. Az eredményekről Makrai Csaba kajakkenu edzővel és Hagymási Réka versenyzővel beszélgettünk. Az elmúlt 4 hétben minden hétvégére esett egy-egy verseny. Kezdtünk a maraton bajnoksággal, ahol 2 első helyezést értünk el, és ahol Olá Gergely és Freistag Péter kivívta a maraton ifjúsági Erhu bajnokságon az indulás jogát. Úgyhogy ők 2 hét múlva Portugáliában vesznek részt a jeles eseményen. Aztán a következő héten volt a Szegedi világkupa, felnőtt világkupa, ahol Hagymási Réka Horváth Alexával párosban K2 1000 méteren világkupa győztesek lettek. A múlt héten a válogató versenyen Solyom Dóri K1 ifjúsági 1000 méteren lett első. Ezzel, hogy úgy mondjam, az esélyesek közé emelte magát az ifjúsági Erhu bajnokságon, vagy esetleg a világbajnokságon való indulás kivívók között. Hagymási Réka úgy szintén részt vett ezen a versenyen, ahol K2 1000 méteren 4. helyezést ért el, még Horváth Alexával, míg K2 200 méteren a nagy páros Kovács Kati Janis Natasa mögött a 2. helyet érték el, ami nagyon nagy szenzáció számba ment. Úgyhogy ezek az eredményeink voltak, most a következő héten Diákolimpia lesz, nagyon bízom abban, hogy ott is nagyon szép eredményeket fogunk elérni. Majd utána, 2 hét múlva pedig válogató verseny, ahol a ifjúsági Európa bajnokságra, illetve az U23-as Európa bajnokságra lesz válogató. Abban bízom, hogy egy 2-3 gyerek ezeken a versenyeken is indulónk tud lenni. A fantasztikus sikerek mellett a nyár folyamán táborokat, valamit ilyesmit szerveztek gyerekeknek? Ugye múlt év őszén P.I. Dávid vezetésével egy kis csoport alakult, és már 35 ifjú titánunk van, akik ilyen 9-11 éves korúak, és nagyon lelkesek, már versenyeken is indultak. Na most ezek a gyerekek és még a hozzájuk csapodókkal nyáron szeretnénk egy nyári tábort csinálni, és egyébként is fogunk egy ilyen napközis tábor jelleggel új betoborzó tábort intézni, csinálni, tehát ahogy a szünet elkezdődik az iskolában. Májusban került megrendezésre az első gyorsasági felnőtt világkupa, ahol Horváth Alexandrával, szegedi párommal indultunk el 2000 méteren. Igazából nekünk már az is nagy meglepetés volt, hogy ki tudtuk harcolni, hogy részt vehessünk ezen a felnőtt versenyen. Áprilisban sokkal korábban egy válogató időre menésre, ahol olyan teljesítményt nyújtottunk, hogy a felnőtt kapitány beválogatott minket a csapatba. Igazából nem számoltunk rá szerintem, legalábbis az én részemről egy esetleges győzelemre. Tényleg nagyon meglepő volt, hogy elindulhattunk, nagyon örültünk. Egy jó pályát szerettünk volna menni, amivel bizonyítjuk, hogy igen, most már nekünk a felnőttek között is ott van a helyünk. És ez maximálisan sikerült. A pálya közben már éreztük, hogy itt igen lehet valami, esetleg egy dobogó, de a legvégén iszonyatosan elcsodálkoztunk, hogy elsőként sikerült beérnünk a célba.
Úgy tudom, hogy most érettségizel. Hogy sikerül ezt a fantasztikus eredményt a tanulmányaiddal összeegyeztetni? Igen. Hát igazából az egész életem erről szólt, már kiskorom óta, első osztályos korom óta kajakozom, úgyhogy mindig szerepet játszott a tanulás és az edzés egymás mellett, úgyhogy most is szerencsére sikerült megoldani ezt a feladatot. A hazai válogatókon is szeretnék ugyanilyen sikeresen részt venni, és az U23-as Európa-bajnokságon, illetve a világbajnokságon képviselni Magyarországot ilyen sikeresen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás emléknapján trianoni megemlékezést tartottak a József Attila Művelődési Házban. Az eseményen több felszólaló között a Búzaszem iskola növendékei zenés műsorral emlékeztek Trianonra. A rendezvényt Markó József, Göttváros polgármestere nyitotta meg. A mai napon az összetartozásról emlékezünk meg, és ez, ahogy mondta itt Kinga is, nagyon fontos a magyarság életében, fontos országhatárokon túl és fontos itthon is az országon belül, hogy egy célba, egy cél felé és összefogva küzdjünk azért, hogy az ország megmaradjon, és sikerüljön elérni azt, hogy a következő generációk ezt az ünnepet továbbra is megünnepeljék és magukénak érezzék. Azt láthatjuk, hogy a világból sokféle hatás éri Magyarországot, jön ide mindenféle folyamat, unió, távol-kelet, a sok szennyével, sokszor, a sok hibás termékével, a sok rossz ideológiával, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy amik ide érkeznek, azok sokkal rosszabb, mint a milyenké. Tehát rosszabb a kultúra, rosszabb az összetartozás, és rosszabb maga a minőség is. Tehát én azt gondolom, hogy a fő feladatunk az, hogy megőrizzük a magyarság egységét, azt az értéket, amit elértünk a sok-sok év, az ezer év alatt, és ne hagyjuk magunkat senkitől, sem uniótól, sem más országoktól, hogy ne ezen úton menjünk tovább. És most lássuk rövid híreinket. Június 29-én szombaton a Dunaparti nyaralóházaknál sportos zenés napot tartanak, köszönet nyilvánításul az árvízvédőknek. A rendezvényen családi focival, kenuzással, tollaslabdázással, sárkányhajózással várják a sportok szerelmeseit. A Gödi Családi Fesztiválon készült felvételeket vetítenek, valamint koncertekkel szórakoztatják az érdeklődőket. Az eseményre a szervezők mindenkit sok szeretettel várnak. Az árvíz utáni szúnyoginvázió megszüntetése érdekében az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság nagy erőkkel dolgozik Gödvárosában is. Az elmúlt héten légi és földi kémiai gyérítést, valamint biológiai gyérítést is végrehajtottak. Július 15-éig szúnyoggyérítési ügyekben panaszaikkal kérjük forduljanak az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság illetékeseihez. Július 15-e után pedig a Dunakeszi kistérség hatáskörébe kerül vissza a feladat. Indul az Újra Göd zöld közösségi klub június 27-én, csütörtökön este 17:30-kor a Dunaparti nyaralóházaknál. A rendezvényen a közösen élhető jobb világról, Göd városáról, a környezet megóvásáról, az egészséges táplálkozásról, a hulladékgyűjtésről, valamint a gazdasági és társadalmi válságokról esik szó. Ahogy a szervezők fogalmaztak, az Újra Göd több értelmű elnevezés. Egyfelől arra emlékeztet, hogy néha érdemes megállnunk és újraértékelni magunkban a helyzetet. Vajon felkészülten várjuk a következő árhullámot, vagy esetleg hasznos volna újra számításba venni a közösség erejében és állóképességén fejlesztésében rejlő hatalmas lehetőségeket. Másfelől ez a név a nyersanyagok a hulladék újrahasznosításra, és ezen keresztül környezetünk és jövőnk iránt érzett felelősség tudatunkra utal. Kedves nézőink, Önök a Gödvárosi Televízió híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!